Szinte mindenféle iparágban, szakmában alkalmazzák őket a munkaadók. Műsorunk egyetlen helyszíne egy délalföldi kisváros. Az ott élők jelentős része gyümölcs és szőlő, illetve bortermeléssel foglalkozik. Amióta megszűntek a mezőgazdasági nagyüzemek, jelentős földterületekhez jutottak a gazdák, amelyet azonban képtelenek egyedül megművelni. A szezonmunkák idején kénytelenek külföldieket felfogadni alkalmi munkára. A város központjában, az úgynevezett emberpiacon hajnalonként kialkudják a béreket, és itt tudják meg a munkások, ráadásként mit ajánlnék a gazda. A munka és a pénz reményében egész családok, baráti vagy alkalmi társaságok kerekednek fel. Napszámba szegődnek egy-egy gazdánál, aki gyakran már várja őket, számít rájuk. A munkások egy része tehát egy helyen tölti el a magyarországi heteket, esetleg hónapokat. Ők általában ugyanahoz a gazdához térnek vissza. Legtöbbször étkezést és szállást is kapnak. De vannak olyanok is, akik több tized magukkal laknak egy nem mindig önzetlen gazda vagy gazdasszony tanyáján. Persze titokban, hiszen a fekete munka tilos. De hogy nem létezik, már csak azért sem mondhatjuk, mert naponta menetrendszerű buszjárat hozzaviszi a munkavállalókat Románia és Magyarország között. A buszok zsúfolásig teltek. Hogy ki miért vállal feketén munkát, és hogy ki miért alkalmaz fekete munkásokat, korántsem egyszerű kérdés. Az okok mélyen gyökereznek. 19 évet dolgoztunk a gyárba, azután kitettek, most már munka nem igen. Ön mióta van munkanélkül? Hát, hogy mondjam meg a valóságot, adtak egy esztendőt, 8 hónapot nélkül segítséget, azután adtak esmint 8 hónapot, ez letelt, már akinek nincsen, az biztos, hogy nehezen fog élni. Miért járnak át önök Magyarországra dolgozni? Ura, nálunk Romániában nem kapt helymunka. És nékem is van 3 gyerek, és itt keresni jobb. Mert itt, ha itt forint, nálunk Romániában van 13 lej, 14 lej, és kérdés, hogy jobban itt Magyarban. Nálunk Romániában nincs semmi hely munkára. Mikor végezi a munka, akkor menjünk haza. És télen, decemberben akkor már otthon van Romániában? Persze. És mikor jön megint dolgozni? Vissza? Nem jön vissza. Nem jön vissza, mert akarom én is, hogy csináljunk egy kis házat. Ne van. Tégla van, van minden is, akarom még teszünk a házat. Akkor most van utoljára? Most van utoljára itt Magyarországon dolgozni? Miért? Meg voltam. Voltam Makó. Dolgoztam. És ott mit csinált Makón? Oda dolgoztam egy cigányok. Pucoltam hajmat. És hogy fizettek ott Makón? Háromszáz forint. Egy marzsa. És 300 forint egy marzsa. És nem lehet csinálni, csak 2 marzsa. És azt a 2 marzsa 600 forint. És nem kerestem jó. Rövid a család, elég nagy a terület, és ezt mi családiasan nem tudjuk úgy fenntartani, mint ahogy kellene. Ha volna románunk, vagy bár akármi emberünk itten, másképp tudnánk termelni, és rendbe tudnánk tartani a szőlőterületet, meg más munkába is tudnánk őket hasznosítani. De ez bennünket nagyon-nagyon visszavágó, mert itt látszik meg, hogy nem tudjuk őket, nincs akit foglalkoztassunk. Tehát nagyon kevés. Korábban, amíg nem volt ez a rendszerváltozás, addig hogy oldották meg, addig honnan volt munkaerő? Korábban, addig még ez a rendszerváltozás nem volt, kevesebb volt a munkanélküli, de mind addig a kommunista társadalmi rendszerbe gyűjtek a cigányok, a halasi cigányok, és foglalkoztattuk őket.
becsülettel dolgoztak. A halafiak vagyunk. Halafiak vettenek lenni? És mit szólnak ahhoz, hogy jönnek át Romániából is ide dolgozni? Ez rontja a maguk esélyeit, nem? Na, biztos, hogy rontja. Mert mind halasiak vagyunk. És nem, többen nem jönnek Kalasról születelni? Nem. Hát dolgoznak. Hát de régebben azt mondják, hogy jártak ide sokan. Jártunk, mert a románok elvitték az összes keresetet. Még 3-400 forintért mentek dolgozni. Mikor volt? Hát még a tavaly is, meg most is. És maguk mennyi napszámért mennének el? Hát mint 800 forintért meg a kaját. És nem találnak gazdát maguk? Hát de onnan van nekünk. Mit gondol, nem rontja a maga esélyét az, hogy jönnek ide másonnan az emberek, Romániából, meg mindenhonnan? Hát egy kicsit rontsák, mert elmennek napi 500 forint is dolgozni, és így rontsák a mi munka lehetőségünket. Mert nekünk megadják a 900 forintot, vagy 1000. Vadkertre szorítani a dolgot nem lehet, mert országos jelenségről van szó. Bármelyik nagyvárosban meg lehet nézni, ahol kampánymunka van, mint például a Sortvadkerten, szőlő, vagy épp a paprika született, akik végzik, ugyanilyen kampány munkában fekete munkásokat alkalmaznak. Közgazdasági probléma az egész, ugyanis megoldani hivatalosan nem lehet, ez a véleményem. Ugyanis a 700 forintot ez a napszám pillanatnyilag, és teljes ellátása fekete munkásoknak, egyéb munkásoknak is, mert a termelő nem nézi, hogy ez fekete munkás, vagy akármilyen helyzetből fakadóan vállalt ezt a munkát. Ha 700 forintot nézzük bruttó bérnek, akkor zsebbe csak 3-400 forint van. Ezért nem megy el senki dolgozni. Ha 700 forintot nettó bérnek tekintjük, és erre jön rá a járulékos költség, akkor 1500 forint körüli bruttó bér jön ki, viszont szőlőára nem bírja el. Tehát ebből ez miatt jött ez a jelenség Vadkertre. Tehát semmiképpen nem lehet úgy dolgot megközelíteni, hogy ez nincs, csak éppen helyi jelenség, országos jelenség. Tekintettel arra, hogy az a megy és ez a régió tartósan mezőgazdasági jellegű lesz, reméljük jövőre, meg utána is, hosszú távon keresztül, tehát nekünk ezt a kérdést úgy kell megoldani, hogy hosszú távon megnyugtatóan tudjuk a engedély nélküli munkavállalókat, illetve a külföldiek itt tartózkodását helyre tenni is kezel. Sortvadkerten nincsenek olyan munkanélküliek, akik elvállalnák ezt a szüreti munkát? Részben vannak, de sokkal kényelmesebb a törvény adta lehetőség szerint a munkanélküli segélyt fölvenni. Most én erre az időszakra leállítottam a munkanélküli segélyek kifizetését, a szociális segélyeket. Az a véleményem, hogy reggelenként a munkát fölvehetik a termelőknél, a segélyeket este napszám formájában kifizetik nekik. Tehát most igazából nincs kifizetés, csak tényleg a nagyon beteg, nagyon rászorultaknak, vagy éppen olyan kisgyermekeseknek, akik nem tudtak munkát vállalni, ezeknek mehet, de nagyon korlátozott mértékben, aki elbír menni dolgozni, az nem kap most segélyt, van kérdem. A 70-es években a szakszövetkezet maga is telepített sok szőlőt, ezt 1990-ben ugye kiadták, és most a privatizáció által a mi kezünkbe került. Na most ugye ezt a szőlőket rendbe kell tartani, és ezért kell most nekünk több munkára. Általában 700 forint a napszám és teljes ellátás. Reggeli, meleg ebéd, vacsora, illetve hát végül is, hogy meleg ebéd, szóval egyszerű főítétel. És hogyan dolgoznak ők? Meg vannak elégedve velük? Hát általában a többség igen, a többséggel meg. Tehát végül is ők legalább lelkiismeretesen csinálják. Ami megvan nekik mondva, azt megcsinálják. Kapnak-e annyi embert, amennyire szükség volna? A magyarok közül vagy a románok közül? Hát a magyar ember az nem akar eljönni dolgozni. Úgyhogy ők közülük meg hát azért lehet mindig találni. Tehát össze lehet szedni egy csapatot. Rövid időn belül megoldást kell találni arra, hogy ezek a külföldiek a tevékenységüket, aki ezt végezni akarja, legális keretek között tudja megoldani. Hogyha legális lenne ez a munkaerő, akkor társadalombiztosítást, egyéb költségeket kellene utánuk fizetni, akkor megérné még ez önöknek? Hát, hogyha megmondom őszintén, hogyha tehát magyar munkaerőt kapna az ember, az sem kerülne többbe. Mint így a mai élelmiszer árak mellett, azt ki kell számolni egy embernek a napi háromszori étkezés, hogy az mennyibe kerül. Meg plusz a 700 forint hozzá. Úgyhogy annyiért lehetne kapni nyugodtan.
ha valaki akarna dolgozni. Változott-e az utóbbi évek során a napszám? Változott. Hát mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy mikor először dolgoztak itt a románok, ahhoz képest a másfélszerese. Mikor volt az, amikor először dolgoztak? Hát egy 3-4 éve. Körülbelül. Akkor voltak az elsők, akik voltak. És ez hogyan történik? A gazda mondja meg azt, hogy mennyi napszámot kap majd a munkása, vagy pedig a munkás próbál meg ajánlatot tenni, hogy mennyiért dolgozik? Hát nem, általában a gazda megmondja, hogy ennyit tud fizetni, és akkor ő vagy elfogadja, vagy nem. Ha elfogadja, akkor jöhet dolgozni, ha nem, akkor legfeljebb kimegy a piac félre, és akkor ott megpróbál. De azt hiszem, hogy mindig elég tisztességesen bántunk velük úgy, hogy nem volt ilyen rőgond. Amennyi, ugyanannyit fizettünk, mint a többiek. Hát ami az átlag, mindig megvan egy átlag, hogy mennyi. Azt mindig megkapták. De aki nyereségesebb, vagy nagyobb gazda, vagy jobban szüksége van a munkaerőre, ő ráigérhet erre a napszámra. Van a gazdák között verseny abban, hogy kiviszi el a munkásokat, hiszen hát a munkás kevés? Általában akik ilyen nagy gazdák, azok nem ráigérnek, hanem azok inkább levesznek belőle. Azok még annyit se fizetnek. És kihasználják, éppen azért kihasználják őket. Minél olcsóbban akarják őket alkalmazni. Tehát minél olcsóbban akarják őket alkalmazni, szóval hát minél kevesebb legyen a kiadásuk. Akkor, amikor tetten érünk külföldieket engedni nélküli munkán, akkor most ezeket az akciókat és a razziákat többnyire a munkaügyi központtal végezzük. Figyelmeztetés, helyszínbírság, szabálysértési eljárás, és végső esetben a úgymond törvény szigorával az idegenrendészeti kényszerintézkedés Magyarországról történő kiutasítás. Na most ezt úgy kell érteni, hogy igyekszünk a törvényes kereteken belül azért lehetőség szerint humánusan eljárni, végülis ezek az emberek nem bűnözők. Végülis mi nem ragaszkodunk a romániai munkásokhoz, nekünk teljesen mindegy lenne, hogy ki jön el dolgozni. Azt kell alkalmazni, aki eljön dolgozni. Aki nem akar eljönni dolgozni, azt nem lehet alkalmazni. De hát nincs más megoldás, és hogy a munkanélküliek nem nagyon akarnak dolgozni, akkor továbbra is rászorulnak majd erre, nem? Hát jelen pillanatban egyelőre úgy néz ki a helyzet, igen. És nem félnek ennek a rizikójától? De félünk. Igen, mindig figyelni kell, főleg egy-egy ilyen akció után, hogy mikor jön valaki az embernek a nyakára. És volt már ilyen, amikor kijöttek ide a szőlőbe ellenőrizni? Hát hallottam, voltak kint, igen, több helyen, és több helyről embereket is elvittek. Nálunk még nem voltak szerencsére. És még mi történt azon kívül, hogy elvitték onnan az embereket? Nem tudom. Csak hallottam, nem tudom, hogy mi történt utána. Büntetést szabtak ki? Nem tudom. Valószínűleg, hát a társadalombiztosítás valószínűleg, hogy igenis ez bünteti. Honnan tudtál, hogy hova lehet menni dolgozni? Hát onnan, hogy a falun belég sokan vannak itt, és mondták, hogy itt van munkalehetőség, és azért jöttünk ezért. Ön magyar nemzetiségű? Igen. Nem sérti az, hogy önöket itt románnak nevezik? Hát mondjuk egy kicsit rosszul jön ki, de viszont arra megfelelünk, hogy hát hogy vagyunk románok, amikor románra nem is tudunk jóformán. Akkor nem lehetünk románok, csak magyarok lehet. Nem bántja az? Erdélyi magyar. Nem bántja az, hogy itt magát is úgy nevezik, hogy román? Ne. Már ingemet nem. Fél se veszem. Megszoktam el? Hát megszoktam, hát. Máskülönben, amire az ember jó, megszokna arra, ma kell visszamenni, hazamenni, mert szabadságnak le van járvos. Ott is a munkahelyet, amíg lehet, addig még fenn kell tartsuk azt is. És otthon nem irigykednek azokra, akik járnak át Magyarországra dolgozni? Vagy jó dolguk van? Hát ott bizony vannak olyan beszédek, hogy hát könnyű, mert Magyarországra jársz, jó keresi, sok pénzed van, de hát annál tovább nagy jóságú sincsen. És ezt kik mondják? Hát az ottaniak, akik nem szereti dolgozni, vagy pedig arra lusta, hogy átjöjjön egy kicsit, pénzt keressen, hogy tudja előre lendíteni magát. Románok vagy magyarok? Tessék?
románok vagy magyarok, akik ezt mondják? Hát mindenféle. Mindenféle, román és magyar is. Hát románok is sokan vannak itt, akik magyarul egyáltalán nem tudnak, azok is jönnek, azok is dolgoznak. Ahhoz, hogy gyarapodhasson az embert, hogy eltarthassa a családját, semmi más lehetőség nincsen, csak ez a fajta munkavállalás. Otthon Romániában nem lehet valami plusz munkát vállalni, vagy vállalkozni, vagy ilyes valami? Hát ott is vannak, akik így munkaidő után elvállalnak egy például kőműves csoport mellett dolgoznak, vagy ilyesmi, de hát az már nem sok hely van olyan. Mióta jár Magyarországra munkát vállalni? Ja, hát én most vagyok a második szor. 91 óta, 90 óta. És máskor is hasonló munkán dolgozott, vagy másféle munkát is? Én voltam gyáron egy fűrésztelepen. És ott mit kellett csinálni? De ott is minden, cirkulálni vagy, ott a fa munkát. És jól megfizették ott? Megfizették. Elég jó. Ön is nem hivatalosan dolgozik itt Magyarországon. Nem lehetne arra lehetőséget találni, hogy munkavállalási engedélyt szerezzen és hivatalossá tegye ezt a munkaviszonyát? Hát nem tudom, ezt még nem jártam erre. Ugye egy hónapra jövök, másképp nem hagyom a munkahelyemet egyelőre még. Amíg tudok dolgozni, ott addig nem. És gondolom nehéz a vállalási engedély elrendezés. Önnek a otthoni rokonai, ismerősei, munkatársai, barátai közül mennyire járnak át Magyarországra dolgozni? Hát nézze, majdnem mindenki jár. Egyik ilyen, másik olyan alapon. Ez azért elég sok embert jelent, nem? Persze. Persze kivált ilyen szezonban. Hát mindenki a munkahelyéről. A szabadságot inkább azért veszi ki, hogy tudja pótolni az évi keresetét. Két ötlenet kapnak még reggeli tervétet, és este túlóráznak, 6 óráig, 7 óráig. Csak őnek itt még ott túlórára kapnak, úgy szoktak kapni, mindig 100 forintot túlórára. Igen, és akkor nekik meg lesz a 8.50, meg reggeli ebéd. Így lehet. 6 óráig vannak, nem 5-ig, 6-ig vannak, és akkor 8.50 van nekik. De emígy, ha kaját nem adnak, akkor 900 forint. Igen, de akkor vesznek maguknak kaját, mert volt már olyan probléma, hogy akkor még nem öttek, még eljártak, akkor erre, arra, morra. Nem, úgy menjünk be, és akkor boltnál megálltak, és akkor vettek kaját. De jobb volna, ha maguk annának meg. És vacsorát? Azt nem kül, nekik nem kül, csak reggeli. Nem is vacsorázva? Akik vesznek úgy maguknak a boltba, itt röndölünk a fecskéni. Érti? Úgy annyi kajájuk van, amit még vacsoráznak, csak reggeli ebéd. Nem beszélhetnék meg, akkor... De azt sem tudom, melyik tudjam, mert vannak ott 16-an, most azt sem tudom, melyiket küldöm majd oda. Hát akkor egyik jól tudom, hogy megfelel. Hát, hogy lehet itt van. Főleg az, hogyha reggel jövök, akkor fönt van már maga is, ugye? Tetszik itt segíteni a vendégmunkásoknak abban, hogy tudjanak munkát találni, meg szállást maguknak. Miért tetszik ezt csinálni? Hogy segíti őket? Azért segítök nekik, mert a Magyarországon vannak sok olyan 20-30 évesek, hogy kapják a munkanélkülit, és nem mennek el dolgozni, hiába hívom őket. Ők eljönnek 600 kilométerre, és én örömmel segítök nekik, mert én is elveszítettem apámat 16 éves koromban, és az emberek segítettek, és én azt vissza akarom adni ezeknek a fiataloknak, akik most rá vannak szorulva erre a munkára és a pénzre. És ne tessék őket bántani, mert Magyarországon ezek nagyon sokat segítenek a gazdáknak, meg az országnak, azért, hogy ettől talpra bírjunk állni. Úgy, mint régen, hogy a mezőgazdaságban legyen munkás, mert Magyarországon nem akar senki a mezőgazdaságban dolgozni, mert minek mondják? Az állam. Az állam elrontotta a fiatalokat, mert azt mondta nekik, hogy csak a gyárba, a mezőgazdaságba nem kell dolgozni, most ki akarjuk ezt nyomni, és nem bírja. De én segítök azoknak, akik bírják, és akarják csinálni.
Ön mióta jár Magyarországra dolgozni? Én már 4 éve járok itt Magyarországra dolgozni. És mi az oka annak, hogy ide jön dolgozni? Ha nálunk a kereset kevés, és a megélhetőségi, azért járunk ide. Önnek van otthon munkahelye, vagy nincsen? Nincsen, én is a mezőgazdaságban dolgoztam otthon is, és itten is. És mi történt az ön munkahelyével, miért szűnt meg? Hát most a demokrácia, mióta Ceaușescut meg döntötték, akkor azóta megszűnt a munkahely. A kollektívet felbontották, és munkája nincsen. Nincs is más lehetősége dolgozni? Csak itt Magyarországon tud munkát találni? Hát nincsen, már minden gyár, minden üzemet zárnak be, munkalehetőség nincs erősen. És akkor mennyi időt tud itt Magyarországon dolgozni évente? Hány hónapot tud munkával eltölteni? Hát itten 4-5 hónapot évente körülbelül. És abból utána megél egész évig otthon, vagy otthon még utána csinál valamit? Hát otthon is van egy kis földünk, és a pótoljuk a többi lehetőséget. Ennek van családja? Van. És ők mit csinálnak? Ők dolgoznak, vagy? Ők is a mezőgazdasággal foglalkoznak, és állattenyésztéssel, és gyerekneveléssel, és ilyesmi. Önnek mi a foglalkozása? Professzor matematika. És otthon milyen munkahelye van? Van munkahelye? A casa professzor. Apu, mit keresnek? Kérdezte magad ide meg. Na, apu, na. Tu câștig 300... Ce faci cu el? Ah, cu banii investesc. Deci... Mă descurc. Deci cu banii care câștig aici, ar fi salariul pe 3 luni la mine. Păi dacă aș trăi, n-aș veni. Corect, nu? Dar poți să trăiești acolo numai pentru normal, normal. Dacă aș putea trăi cu banii care câștigă, nu aș vine aici, în Ungaria, ca să muncești. Asta este a doua lună, deci când vin. Deci în concediul meu care l-am... În Ungaria am fost de multe ori, dar am fost cu marfă de vânzare. Nu, că... Turist. Dar la muncă, astea a doua oară. Când ți-a avut în 2 ani? Da, sunt. Alții au mers prin Polonia, Germania, fiecare unul a putut să se ducă. Și unde au avut unde să lucreze. La noi în învățământ, deci în România, în învățământ, salariul este mic în comparație cu alte categorii. Fizicul e muncă, moment? Mic, mic, salariul este mic. La fizică, la lucru, la fizică mie? La muncă fizică, normal, că n-ai la altceva. Iugoslavia, alții merg. Fizică, munca fizică. Munca fizică. Să câștigi un ban ca să poți să reziști, să... Se dinghe în fabrica paradică, papani. E muncă vă. 2 ani mai ales folyamatosan csináljuk. Igen, jövök, megyek, csinálok még, hogy tanálok, hogy nem tanálok még, akkor megyek visszafelé Romániába. De télen nem nagyon van munka, csak nyáron meg ősszel, igen, nem? Igen. És télen mit tud akkor csinálni? Hát, mondjuk, oda Romániából már, mikor már itten Magyarban már nincs munka, oda mi nálunk haza maradunk a jövőre, mondjuk úgy, és ott lakunk. És hogy mikor van már, hogy mondjuk már márciusban, megjövünk. Maradunk 2 pár nap, vagyunk úton, és hogy lássunk, nincsen akkor munka, megyünk vasalni, veszünk innen, mi kell oda, mi nálunk haza, és elmegyünk innen. És akkor egész évben abból tartja föl magát, amit itt keres Magyarországon? Igen. Elég az arra? Uh-huh.
Hát, gondolom, oda mi nálunk, hogy van itten már magyarba. Van itten már nagyon jó itten magyarba, hogy oda mi nálunk is. Jól fizet neki? Igen. Jól fizet is itten. Már oda mi nálunk, már köves van a pénz oda mi nálunk. Nem lehet, mondunk úgy, nem lehet tanálunk munkattan mi nálunk. De van itten van úgy napszámot, menjünk itten, hogy tanálunk. Ha nem tanálunk, akkor menjünk visszafelé. Az ember, ha tesz különbséget az itteni életről és ott, akkor nagy különbség van. Mármint olyan, mint mondjuk Magyarország és Németország között. Van egy akkora különbség Románia és Magyarország között. Már a megélhetés szempontjából és mindenből. Önnek vannak olyan ismerősei, akik járnak át Magyarországra dolgozni? Hát vannak egy páron, akit ismerek. De hát nem tudom még, hogy merre járnak, mit csinálnak ezt. Csak tudom, hogy ide járnak, és erre jönnek le. És megéri itt Magyarországon dolgozni? Hát szerintük meg, azt mondják. Megéri olyan szempontból, hogy hát nálunk ez a kereset nem jön. Mert nincs. Vagy le van értékelve erősen a pénz, minden, hát nagy drágaság van nálunk. Mennyi a munkanélküli segély? Van ilyen önöknél? Hát van, de mondjuk az eredeti, vagyis a fizetésnek, a hónapi jövedelemnek a 60%-át adják. Azt adják 9 hónapig, 9 hónap után pedig annak a felét. Még vagy 3 hónapig, utána semmi. Akkor mit csinál az ember? És hogyan értesülnek arról, hogy milyen munkalehetőség van éppen Magyarországon? Hát, ugye halljuk egyik-másik túl, jönnek haza, akkor van itt lehetőség, akkor ezt jövünk. Tudják azt előre, hogy hova kell menni? Igen. Igen. Általában valaki, aki többször van kint, az mondja, hogy van hely, gyere velem, van pontos helyünk, s ugye ő kiválasztja azt az embert, akivel nem csalódkozik, ugye? Mert nem mindegy, hogy kivel jön, ellopja a pénzét a másiktól, vagy mit tudom, az sem mindegy. Milyen ellátást kapnak itt Magyarországon? Hát nagyon jó. Én például első perctől szállásom volt, kaján volt rendezve, úgyhogy meg vagyok elég. Hallott már olyat, hogy valamelyik ismerős olyan gazdánál volt, vagy olyan helyen vállalt munkát, ahol nem fizettek neki, vagy nem adták oda a kialkudott bért, vagy valamilyen gondok voltak? Nem hallottam én még ilyet. Hát mindig fizetnek, ha kell, este fizetnek, ha kell, meg a hétvégén. Minden nap, vagy mikor kérjük, akkor fizetnek. Önnek van otthon családja? Persze. És nem rossz így távol lenni a családtól? Hát aztán biztos, hogy rossz. Ez magán érthető, két gyerekem van. Bizony. Elég rossz. Mennyi idősek a gyerekek? A másodikos van. Nagyobbik fiam, kisebbik meg hármat tőtött. És mit gondol, amikor majd ők felnőttek lesznek, ők is fognak még átjárni Magyarországra dolgozni? Hát nem tudom. Hát, ha nekik jobb lesz. Azért küzdködünk minden nap.